Annyi vakcina érkezett már Magyarországra, hogy bárki, aki regisztrált, napokon belül megkaphatja oltását, közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília szerint a járványügyi adatok már kedvezőbbek, a kórházi ápoltak száma azonban még mindig magas. Az elmúlt 24 órában 1692 új fertőzöttet azonosítottak, 188 beteg elhunyt, ezzel a halálos áldozatok száma átlépte már a 27 ezeret. Szűrőbusz áll a Csepeli piac mellett. Budapesten három helyen is tesztelik a COVID-gyanús embereket. Arról viszont továbbra sincsenek hivatalos adatok, hogy naponta hány tesztet végeznek a hatóságok. Az új fertőzöttek száma folyamatosan csökken. A járványügyi adatok javulóban vannak. Ugyanakkor a kórházban még mindig sokan vannak, számuk lassan fog csökkenni, jelentette ki az országos tiszti főorvos. Mint mondta, a kedvező járványügyi helyzet oka az oltás, amit most már bárki napokon belül megkaphat, ha regisztrál. Rendelkezésre áll mindenki számára Magyarországon a védőoltás felvételének a lehetősége. Az elmúlt napokban is sok vakcina érkezett. Jött 600 ezer Sinopharm, 38 ezer 400 Moderna, 355 ezer 680 Pfizer, 19 ezer 200 AstraZeneca, 480 ezer Sputnik és 24 ezer Janssen oltóanyag is. De újabb Sinopharm, Moderna és AstraZeneca szállítmány várható. Az orvos szakmai álláspontokat is meghallgatva, az oltási munkacsoport és az operatív törzs döntött arról, hogy lehetővé válik azoknak az oltása is, akik három hónapon belül estek át a koronavírus fertőzésen. Oltási időpontot Sinopharmra interneten keresztül is lehet kérni. Azt már a 444.hu egyik olvasója szúrta ki, hogy kedd este a kínai vakcina mellett az AstraZeneca is megjelent. Aztán hirtelen eltűnt mindkettő. Az államtitkár erre csak annyit mondott, a rendszer sikeres, ezért nyitva marad. A mai napon az AstraZeneca vakcinára is megnyitjuk az online időpontfoglalót. Egyébként a regisztráltak 74%-át már beoltották. Ez azt jelenti, hogy a fennmaradó 1,2 millió regisztrált a napokban megkaphatja oltását. Ezzel hamar meghaladhatjuk a 4 milliós beoltottságot. Legalább még 1-2, akár 3 millió embernek a beoltása szüksége az ahhoz, hogy nagyon komolyan csökkenjen a járvány, illetve komolyan csökkenjen az a veszély, hogy a vírus visszatér Magyarországra. A harmadik hullámnak a leszálló ága lesz. Kis István epidemiológus szerint is 7-8 millió védett emberre van szükség a vírus megfékezéséhez. Azonban, mint fogalmazott, a hétvégén sokan mindent megtettek azért, hogy elindulhasson egy negyedik hullám. A teraszok megnyitása nem volt jó ötlet. Az egész eddigi zárást pofon csapta. Most majd a gyakorlatban elválik, hogy szereztünk-e már, mint így populáció szinten szereztünk-e akkora immunitást, hogy ez elég legyen ahhoz, hogy ennek az újabb hullámot generáló hatását kivédje. A szakember hozzátette, ha lesz is negyedik hullám, az már egészen biztosan nem okoz majd akkora problémát, mint a harmadik.